Hát ebben igaza van, tehát melegben sem jó a szabad ég alatt aludni, hogyha erre kényszerítik az embert, de hát nyilván a hőfok kérdés az az, hogy ne fagyjanak meg. Egyébként ezt nagyon komolyan mondom, hogy ha és amennyiben a Szocialista Párt kormányra kerül, ebben az esetben egészen biztosan ezekre az intézkedésekre fogjuk az egyik fő hangsúlyt tenni, független attól, hogy a mai problémáknak valószínűleg sokszorosával fog szembesülni egy a Fidesz leváltó szocialista kormány. És én úgy gondolom, hogy ezt a nyomort, ezt jobb, hogyha már most tudomásul veszi az ország, hogy mivel fogunk mindegyen szembenézni. Hozzáteszem, hogy azért nagyjából ezt látják is az emberek, kisfalvaktól kezdve mindenütt. A Fidesz egy szocialista kormány fogja leváltani? Hát, hogyha nagyon most bekapnék egy őszintességi pirulát, akkor azt is hozzátenném, hogy... Adjak egyet? Igen. Van? Nálam mindig. Jaj, de jó. Úgy hívják, hogy kérdés. Jó. Aztán még egy kérdés. Igen, parancsolj. Jó, szóval én a magam pártjáért beszélek, de azért nagyon reálisan nézve itt a másik alternatíva sajnos a szélső jobb. Tehát én érzem azt, hogy mennyire radikalizálódik az embereknek a gondolkodása. És az, hogy a Fidesz hallatán már egyesek szöges deszkákat is emlegetnek, tartok tőle, hogy nagyon erősödőben van általában is a szélsőséges gondolkodás, és ezen bevennek a képviselőre. Ez több, mint tartok tőle, hát a számok is ezt mutatják. Közelműködési számok. Fütyülök a számokra, az engem nem olyan szokott érdekelni. Még soha nem volt olyan, hogy a közvéleménykutatások adatai bejöttek volna a konkrét trendekbe szoktak jönni, de konkrét dolgok nem. Tehát az, hogy kinek hány százaléka van, ez nem is számít egyébként a mostani választási helyzetünkben, hiszen az új, eddig még soha ki nem próbált választási törvény szerint. Én nekem van egy olyan félelmem, hogyha az egyébként, hogy mondjam, úgynevezett valaha csalódott szocialista szavazók otthon maradnak, a most frissen csalódó fideszes szavazók otthon maradnak, lelkes jobbikosok meg elmennek, akkor képesek megnyerni körzeteket. Ez sajnos egy ilyen matematika, és ezzel én a fideszesekkel is beszélgetek, ők is látják már ennek a mostani rendszernek a számukra hátrányos mi volt, tehát kicsit már bánják is, hogy ilyen törvényt csináltak. Minden esetre a pártok felelőssége aztán a választási kampányban, meg azt megelőzően, hogy mozgósítsák az embereket, nem mással, mint hogy alternatívát nyújtsanak. Hát én biztos, hogy ezt fogom tenni, ez egész biztos. Ha már pénzről és pénzszűkéről beszéltünk, a pénzszűkének egy hát elég látványos példája került ma a napvilágra, amit egyébként egy héttel ezelőtt nagyjából tudtunk, de most már egészen konkrét vasúti vonalak is, tehát hogy tólig vonalak is megjelentek. Hát több száz vonat fog állítólag leállni, mert hogy spórolni kell a MÁV-on. Ezzel önök is megpróbálkoztak, ez most ugyanaz, ez egy reális dolog, tehát le kell faragni azt, ami nincs kihasználva, mert akkor gondolom egyet értenek vele, hogy így kell a MÁV-ot megreformálni. Valóban én dolgoztam a közlekedés területén pont akkor, amikor az a probléma is előállt, amit ön említett, hogy mi magunk is azt mondtuk jó pár esetben, egyébként 30-40 és nem ilyen több száz esetben, hogy értelmetlen ott a vonat közlekedést feltartani. De ez nem arról szólt akkor, hogy mert kevés a pénz, hanem az, hogy tényleg fölösleges pénzkidobás. Nekem volt egyszer egy olyan fogalmazásom, hogy bizonyos vonalakon, ha a ténylegesen utazó közönséget akár taxival szállítanánk, még az is töredéke lenne, értelmetlenségeket akartunk megszüntetni, ez nem ugyanaz, mint hogy ja, elfogyott a pénz, akkor leáll a vasút. Hát gyakorlatilag ugyanezt csinálta egyébként a Fidesz a felsőoktatással is, hogy egyfelől agyongyalázta a korábbi szocialista kezdeményezéseket, ami egy ösztöndíj tandíjrendszer együttes működtetésére vonatkozott, nemzethalált hirdetett, vagy most úgy, ahogy van, egy tolvonásra gyakorlatilag megszüntette érdemben a államilag finanszírozott főiskolai és egyetemi helyeknek a többségét. Hát most ugyanez lesz a vasútnál, hogy azt mondja, hogy ja, hát ha nincs pénz, akkor puf, úgy, ahogy van, hazavágjuk az egészet. Ez a szűkülés, ez a sorvadás, ami ennek az országnak ma az osztály része, ez minden intézkedésében, már a Fidesz minden intézkedésében tetten érhető. Aztán vagy jön a BKV, hogy ja, hát akkor tulajdonképpen délután nem most is kéne, hogy járjon meg a metró, meg lesznek még ilyen ötleteik, tehát ebből kétség ne legyen, aki nem tud dolgozni, azt
menjen gombászni az erdőben, meg tartson kecskét, meg szóval ilyen, bocsánat, ez egy flegma kocsmai beszélgetésben lehet így beszólás, de hát felelős politikusoktól elnézést, azt kell mondjam, hogy a hazárólás kategóriája. Hát ezekkel az emberekkel nekik foglalkozniuk kell, hát ezért tették fel a ilyen-olyan esküjüket. Az hazárólás, hogyha valaki azt mondja, hogy hát van ötletem arra, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobbítani a saját sorsát. Ez nem ötlet, ez cinikus, pökhendi beszólás, ez nem ötlet. Hát hogy lenne már ez ötlet? Hát most elnézést, menjünk csak ki itt a stúdióba, kérdezzük meg, hogy kinek van munkanélküli rokona, próbáljunk meg hazamenni, hogy anyukám azt mondták, hogy szedjék gombát. Hát úgy vágja képen, hogy attól kódul. Akkor inkább nem kérdezem meg, de hát azt nem tudom, mit kell csinálni egy gombaszedőnek, aki abból akar megélni, mondjuk októbertől májusig. Hát, pontosan ez is mutatja annak az egésznek az extremitását, meg ráadásul egy gombaszedő, majd a gyilkos galócától kezdve, nem tudom még, meg a lábgombáig mindent összeszed. Van a gomba ellenőrök, de egyébként ott másik, meg ott lesz a kecske. Na hát az, hogy milyen nélkülözés... Hát így látják Magyarország jövőjét már, bocsánat, hát ez az ő jövőképük. Hát hogy ezt nem akarhatja az mi ország. A jelen, és hogy látják a jövőjüket, azt majd mindjárt a énségmenet egyik tagjától fogom megkérdezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.